Az ukrán gabona nagy részét nyugati cégek birtokolják, vagyis pénzügyi érdekek miatt nem segít Brüsszel a magyar gazdáknak, erről az Alapjogokért Központ elemzője beszélt a Kossuth Rádióban. Zila János szerint a gabona botrány kapcsán az is kiderült, hogy Brüsszel a saját gazdáival szemben a nagyvállalatokat helyezi előtérbe. Magyarország június végéig megtiltotta az ukrán gabona behozatalát, de a szállítmányok áthaladását továbbra is engedélyezi. 2022 nyarán döntött úgy az Európai Bizottság, hogy vámmentessé teszi az ukrán mezőgazdasági termékek szállítását az Unióba. Az volt a cél, hogy az ukrán mezőgazdasági termékeket, például a búzát, a háború ellenére is el lehessen juttatni például Afrikába. Csak hogy mára kiderült, az ukrán termékek nemhogy nem jutottak el a célországokba, hanem gyakorlatilag tönkretették az uniós gabonapiacot. Az olcsó ukrán búza miatt ugyanis az uniós termelők képtelenek eladni a saját termékeiket. Hazánk és a többi érintett közép-európai ország Brüsszelhez fordult segítségért, de érdemi segítséget nem kapott. Megjelentek egyrészt 2014 után Ukrajnában a különböző nagy nyugati befektetők. Az Alapjogokért Központ elemzője arra mutatott rá, hogy ma az ukrán mezőgazdaság exportra termelő iparának jelentős része nyugati kézben van. A szakértő szerint Brüsszel ezért ahelyett, hogy a saját bajba jutott gazdái érdekét védeni, inkább minden erejével azon dolgozik, hogy Ukrajna exportálhasson gabonát. Ezeket a cégeket nyugati tőzsdékre vitték, és ott ugyanezek a nyugati befektetők, itt beszélhetünk német, akár cseh, kanadai, amerikai, francia befektetőkről, ezeknek a részesedése megnőtt ezekben a cégekben. Tehát itt nem az ukrán kis és közepes gazdálkodóknak az érdeke az, hogy ez az export a továbbiakban is fennmaradhasson, hanem hogyha az ukrán szempontból nézzük, akkor ezeknek a nagyvállalatoknak az érdekei az, amit úgy tűnik, hogy Brüsszel képvisel. Magyarország Brüsszel helyett maga próbál segíteni a gazdáknak. A kormány ezért június végéig megtiltotta az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát. 25 ukrán mezőgazdasági termékre írtak elő tilalmat, ez kiterjed a gabonafélességekre, az olajos magvakra, a lisztre, az étolajra, a mézre és egyes húsfélékre is. Magyarország viszont azt megengedi, hogy az ukrajnai termékek áthaladjanak az országon. A szállítmányokat a határon plombákkal zárják le, hogy azokat ne nyithassák ki, amikor bejönnek az országba, és a bennük lévő terményeket ne értékesíthessék. Azt mondtuk, hogy természetesen fontos, hogy ezek a termékek, ez a gabona mennyiség, ez tovább tudjon jutni. De... A kormány szóvivő az M1-en arról beszélt, Magyarország a kezdetektől fogva szolidaritást vállal Ukrajnával, ezért támogatta a szolidaritási folyosó kialakítását. Szentkirályi Alexander szerint viszont ez visszafelesült el. Arról volt szó, hogy afrikai országokba fogja majd Ukrajna exportálni ezt a gabona mennyiséget. Látjuk, hogy inkább úgy döntött nagyon sok importőr, hogy ezt Magyarországon igyekszik jó áron értékesíteni. Mi azt mondtuk, hogy erre a továbbiakban nem lesz lehetőség, ellenben a tranzit, tehát az, hogy Magyarországon keresztül szállítsák ezt a gabonát, az továbbra sem fog semmilyen akadályba ütközni. A kormány szóvivő a tegnapi kormányinfón azt is közölte, hogy a Magyarországon áthaladó ukrán termékek miatt a következő hetekben, hónapokban szigorúbb ellenőrzésekre kell számítani a közúti szállítmányozásban.